kérem Simon Pált, aki az ESZTIK-nek a vezetője volt a 80-as években, 83-tól pontosabban, hogy beszéljen arról, hogy milyen szerepet töltött be az ESZTIK. Ugye tudják azt, hogy volt abban a 73-as kormányhatározat után 5 bázisintézet, erről majd később többen szólunk, és hát az ESZTIK volt a minisztérium mellé rendelve, és az ESZTIK volt az, amelyik lényegében véve a gazdája volt az összes többinek, egy primus inter pares. Pali, tied a szó, parancsolja. Az ESZTIK egészségügyi szervezési, tervezési információs központ, azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk, ez egy KGST egyenintézet volt, mert a KGST országokban minden ágazat vezető minisztérium intézet mellett volt egy számítástechnika, aztán később informatikai intézet, és volt mindenek felett természetesen egy kormány közvetlent, azt általában a központi statisztikai hivatalok gondozták. Ezt a kis bevezetőt azért mondtam, amikor elterjedt a híre az orvostársadalomban, hogy számítógép, meg majd megmondja a diagnózist, meg egyéb őrült vad gondolatok kezdtek elterjedni, és leginkább is az, ki a fekete fenének kell ez a számításra, nekem elég a fonendoszkóp, de talán még azt fogja mondani, hogy a bal fülembe halljak jobban, a jobb fülembe, és amit hallottam, az nem is igaz. Szóval nem volt nagy fogadtatás, és aztán kezdtek jelentkezni az első eredmények, hogy hát egy képalkotói vizsgálatot nem sokkal jobb, hogyha oda bevonunk értékelni valamit. Vagy egy megbetegedési folyamatot, egy morbitásban nem volna jó azt másképp egyszerre több szempont szerint is elemezni, és akkor úgy szép lassan bekúszott a számítástechnika az orvosfizika oldalán, a kémia oldalán, és aztán végül is elnyerte és túlnyerte a maga súlyát. Hát én amikor 1970-ben a minisztériumba kerültem, és majdan nagy kitüntetésként az ESZTIK igazgatója lettem, szorongva lettem az igazgatója, meg kell mondanom, pedig akkor már 20 éves katonai szolgálat volt utánam, és voltam egy-két helyen abban a szolgálatban, mondjuk az Aralton túl, vagy egy-két helyen, ahol lehetett mit izgulni, de szorongtam, amikor oda mentem, és a Schulte személy nyugtatott meg, mert ugye be kellett nálam mutatkozni, hogy itt az új figura, aki majd a Szoboszlait passzolták ki Sanyit előttem, aki majd fogja ezt a disziplina központi intézetét vezetni. És akkor Schulte személy azt mondta, hogy nézze, én semmit nem értek ehhez a dologhoz. Tehát magának szabad keze van. Úgyhogy ez teljes döbbenet volt, ez a beismerés egy vezetőtől, hogy a semmit nem ért hozzá. Nem akartam elmondani, én annál egy kicsit többet, de még messze nem annyit, amennyit kellett volna. De amiért ezt elmondtam, azt mondja, hogy bármilyen problémája van. Tudom, hogy maga katona volt, és a szolgálati út a seregben nagyon fontos volt. Na most ez itt nem érvényes. Akármilyen problémája van, azonnal jöjjön föl, mondja meg a pánénak, hogy kell a miniszterelvtársra beszélnem, és maga be fog akkor jönni. Hát hála jó Istennek, egyetlen egyszer sem éltem ezzel a lehetőséggel, még akkor is, hogyha kellett volna. A hazugság lenne, vagy lódítás lenne azt mondani, hogy a minisztérium indította el a számítástechnikai alkalmazásokat. Szerencsére nem. Voltak műhelyek. Ugye Jávor Bandiék Szegeden, Szentgáli Gyula, aki a kórház főigazgatója volt, rengeteget tett azért, hogy egy orvos, aki még ráadásul főigazgató is, ugye a klinikusok között a főigazgató az már olyan sötét figura volt ott már, nem, az megmondta, hogy mit csináljuk, hogy csináljuk, tehát az nem. Meg még számítástechnikával is foglalkozik, hát ez külön figura. De hallgatni kellett rá, és ez sokat jelentett. És aztán, hát én azt szoktam mondani, hogy az igazi bölcső az talán az érszeged. Kalmár Laci bácsi, már ott úgy hívták, Kalmár professzor, aki hát a
az informatikának, számítástechnikának a nagyatya, de atya mindenképpen, de inkább nagyatya, akinek a szárnya alól Bálint Bórincsán már sokan jöttek ki, rábólintott, úgyhogy akkor azért ez már szentírás. És ott az ő szárnyai alatt kezdődött el a számítástechnikai csoport volt az első elnevezése a Szegedi Orvostudományi Egyetemen, és akkor a Kalmár Laci bácsi elkezdte biztatni a fiúkat, hogy menjen ez a szakma tovább. Nem véletlenül, hogy a szakmai kollégiumok azok rendszeresen Szegeden voltak, és akkor indult el az egészségügyi informatikai vándorgyűlés párhuzamos tudományos konferencia sorozata, amikor már arról volt szó, hogy mi itt már Szegeden vágyfülűek éppen elegek vagyunk, elég sokat mondtunk egymásnak, megismerjük, na de hát az orvostársadalmat kellene valójában ide bevonni, és hát akkor elmentünk. Elment az informatikai vándorgyűlés ide is, oda is, amoda is. Ha nemzetközi szintet mérünk, hogy hol volt ez elterjedtebb disziplína használat, akkor mi nem az elsők között voltunk, először is meg kell, szóval akkor volt azért KGST. Tehát a KGST államok között voltak, akik mondjuk páciens, betegorientált irányba elmentek, de ez igazából a másik oldalon volt, ahol a betegbiztosítás pénzes valami volt. Tehát ott nagyon fontos volt, hogy ismerjem a beteg egészségi állapotát. Itt nagyon fontos volt, hogy a népesség egészségi állapotáról jelentsünk valamit a minisztériumnak, vagy a KB-nek, vagy valaminek, azért, hogy hogy állunk. Nem ragozom tovább, ez két irány, mind a kettőnek megvoltak az előnyei, és megvoltak a hátrányai, és aztán kikerült ebből egy egészségügyi informatika, annak minden ágával, bogával. Nem folytatom nagyon tovább az időt, talán inkább rátérnék arra, hogy egy pár szót egy folyamat képében ábrázoljam. Ugye most már föl kell tenni az okulárét, mert nem látok semmit. Ti már láttok. A legjobban akkor lehet ezt talán elmagyarázni, hogyha megpróbálok egy folyamatot fölvázolni. Az orvostárs azért csak abból áll, ami itt látszik is, hogy elmegy a beteg az orvoshoz, az orvos elkezdi keresni, hogy mi lehet a probléma, a diagnosztikai vizsgálatok, amelyek halmazukban is nagyon sok információt tartalmaznak, és utána jön aztán a dolog, hogy nincs akkor a diagnózis. Ha többé-kevésbé megvan a diagnózis, akkor utána el lehet kezdeni a kezelést. Ez természetesen többször megfordul, tartalmában bővül, csökken, szűkül, ez egy folyamatnak egy kivetített tükre. Na, az rendben van, és akkor hogy néz ki ez az értékelés? Hát kell egy minőség, az ellátás kimenetele az ugye megvan, vagy élve marad, és egészségesen, vagy a boncolási jegyzőkönyv a másik. Hát és közt az átmenet rendkívül színes, és hát tapasztalatai vannak még a boncolási jegyzőkönyveknek is, hiszen arra épül aztán az, hogy a medicina milyen irányba fejlődjön. De azzal, hogy bejött a számítástechnika, azzal minőségileg is sokat jelentett az, hogy a minőség biztosítását hol keressük most meg? Ebben a folyamatban melyik lesz a kulcs szereplő? A diagnózis? Vagy pedig a diagnózis felállítása, vagy az a folyamat? Ezt csak példaképpen mondom. Tehát az értékelés nem csak azt jelentette, hogy kezembe adják az árójelentést, hanem az értékelés azt a folyamatot is jelentette, és jelenti ma is, aminek az útján abban az adott szakaszban a beteg egészségi állapotáról tudunk nyilatkozni. Hát, ha én azt mondom, hogy ez az orvosi munkahely, akkor az egész egészségügyet az orvosi munkahelyek hálózata, intézmények hálózata képen lehet elképzelni. Járóbeteg szakellátás, fekvőbeteg szakellátás, kórház, szanatórium,
Ez a szervezet mindig attól függ, hogy milyen egészségi állapotú populációra támaszkodik rá, és annak milyen lehetőségek vannak, hogy ezt ellássák ezeket a betegeket, élő erőben, tehát orvosban, nővérben, asszisztensben és technológiában. A technológiában ma már, de már nem is ma már, sokkal korábban az informatika hangsúlyos szerepet kap. Nincs ma olyan orvosi műszer, aminek ne lenne saját informatikája, és ne lenne az a kimenet, amikor össze lehet hasonlítani egy képalkotó diagnosztikát, egy labordiagnosztikát, egy fizikális vizsgálat eredményeit a beteg ellátás folyamatával, és így tovább, és így tovább. A hálózat, mint olyan, az fontos szerepet játszik. Ugye azt mondhatjuk, hogy a régi időkben, hát a mi időnkben mondom, hogy a régi időkben, igazán hálózat csak a TBC, a tüdőgondozói hálózat volt, hogyha belegondolunk. Az egy professzionális hálózat volt, nem is véletlen, hogy szerepe volt a számítástechnika elterjedésében a pulmonológiai hálózatnak, amiben pótlásunk kellett, hogy legyen, amiben sokat kellett tenni, az a páciensorientált rendszer, de a betegek követését, a betegek ellátásának a követését, a betegek ellátását, tehát a kapott röntgenkép kiértékelését, aztán azt, hogy mondjuk meg, hogy a labordiagnosztika eredményei alapján és a páciens státusza alapján milyen folyamatot indítsunk el a terápiában, ez már ugye egy másik összetett informatikai rendszert képezett, vagy képezett, és hát annak a kontrollingját, az ellenőrzését, és így tovább. Ha ezt egy kicsit még jobban megpróbáljuk szétszedni, Isten bizony jobban már nem, csak ez lesz az utolsó, akkor azt látjuk, hogy minden tevékenységhez, amit lehet még tovább osztani természetesen, a páciens és az egészségi állapot azonosítása, az egyszer lehet 10 vagy 5 vagy 6 információcsoport alapján, de elképzelhető, hogy 22 információcsoport alapján akarom én azt megtudni, hogy a víciumos betegek, amelyek szövődményük van, mondjuk pulmonológiai elváltozása, is képeznek egy különálló csoportot, arra mi a legjellemzőbb. Biztos, hogy nem 3 információcsoport, hanem mondjuk 12. Tehát azt lehet mondani, hogy az informatikai eszközrendszerek megjelenésében longitudinálisan, horizontálisan is, tehát térben kiterjedt az információ halmaz és annak elemzése, és ezt mondjuk így akkor, hogy a tudás területen 3 dimenzióban, és 4. dimenzióban nem lehetett figyelmen kívül hagyni, egyáltalán nem, akár másodperce lebontva is az időt, az időtényezőt. Tehát ez ma is így vagyunk. Ezek a tevékenységekhez tartozó információcsoportok valójában itt ugyancsak 2 részre van bontva, de lehet 10-valahány részre bontani az információcsoportokat itt, mint ahogy lehet össze is szedni, és nagyobb modulokat is lehet képezni. Ez logikai játék, de a logikai játéknak a logikai jellege, ami jellemző, nagyon jellemző az egészségügyi informatikára, az valójában mindenhol előfordul, attól függ, hogy mi a célja a vizsgálatomnak. Igen. Ha megtetszenek nézni majd a konferenciáról szóló előadássorozatok diáit, és így tovább, tetszenek találni egy másik diát, hát vagy én vagyok az idősebb, találtok egy másik diát, a hölgyektől elnézést kérek, de hát akkor is én vagyok az idősebb a tegezésnél, amely ezt a
az elemzést folyamatában végigviszi, és lehet rajta látni, hogy egy bizonyos tevékenységcsoportokat milyen információk jellemzők, információcsoportok jellemzik. Ez csak azért érdekes, mert a folyamatban való gondolkodás, a munkacsoportokban való hozzátartozó információban és a köztük lévő hidakban, hálózatokban való gondolkodás, ez egy kicsit hasonlít az agy működésére is. Ez a korszerű informatika jellemzője. Köszönöm. Hangos, mikrofon. Jó, bocs. Egy jobbat. Köszönöm szépen Simon Pál előadását. Szeretném elmondani önöknek, hogy egy nagy jövőbe látó embert hallottunk most, mert sose felejtem el, amikor ő még ezredes volt, és a tiszti kórház parancsnoka, és egyeztettünk arról, hogy milyen számítástechnikai rendszer bemutató lesz. Azt mondta, hát ez itt most nem megy, az, hogy majd ha belépünk a NATO-ba, akkor fog menni. Azt se tudtam, hogy mit mond itt egy varsói szerződés ezredese, de hát pontosan látta a jövőt, úgyhogy azt kell mondanom, hogy azóta is többször megemelem a sapkámat előtt. Ez még Leningrádban a Tirok Katonológusi Akadémia, azt ígérte, itt erre felé nem akár jó, még ott is az, a vodkázás közben elbeszélgettük, hogy mit kellene csinálni, és ennek a másik oldalra részt vettem a Nemzetközi Egészségügyi Informatikai Konferencia. Utahban volt a konferencia, és a Snowbird az egy nagyon szép üdülőhely a Sziklás-hegységben. Ott leültetett egy amerikai kollega, és elmeséltette velem, hogy mi volt Leningrádban meg ezeken a helyeken, és azt mondta, hogy nálunk sem egy oldal. Így látjuk, hogy hogy dolgoztak a hírszerzők annak. No.